Köszöntöm Önöket! Műsorunkban már volt szó arról, hogy a háztáji állattartás sajnos már faluhelyen is eltűnőben van. Tyúkokat, egyéb baromfit még találni, de sertést már a kisközségekben sem nagyon. A kivétel még mindig létezik, felvételeink 2016-ban készültek. Igazi látványosságnak számítanak a kicsi, párnapos malacok egy nagyrécsei utcában, Senkóéknál. A családfő igazi állatbarát, ezért is vettek a kutyák, galambok, baromfik mellé annak idején egy malacot, melynek második ellése a 15 fős kis társaság. Az előző történet sajnos nem volt ilyen szerencsés kimenetelő. A múltkori ellés, az sajnos az a január 5-én le volt abban a nagy hidegbe, és a hideg is hozzátett. Meg ugye ez nem az az igazi disznó, jába volt meleg fűtve, infralámpaván volt, de mégis valami utóbb módon elfektett. El is feküdt belőle, meg is házott kis malac, és abban kettő maradott meg, azok már hála Istennek vannak szerintem olyan 120 kilósak. Abban egyiket meg kéne, ma, hogy ma ne legyen több takarmányt, inkább megyük meg mi, egyet meg majd karácsonyra. Ezek, amik lettek, ez ugye múltkori, az 13 lett, most meg 15 lett. De most ebből van még 12. 12 van, hát hogy ebből még mi lesz, szerintem biztos, hogy kettő még el fog menni ebből. Mert olyan gyöngék lettek. Hogyan sikerül őket táplálni? Látjuk, hogy a cocáknak a fele az anyjukkal van, a másik fele meg talán a fogadott anyjukkal van. Én vagyok a fogadott anyjuk, igen, tehát úgy el kellett tőle venni, mert valahogy vagy teje nem volt, vagy csak nyávogtak, ugye, és akkor ezt tehát én teje etetem őket, minden két órában adom neki a cumit, és akkor, hogy azt nyelezte, ugye, ez nagyon veszélyes, mert ugye ezeket el fogja majd még fogni ilyen hasmenés, és akkor azzal mennek el a fenébe, de abban annyira bízok benne, hogy ebből a 6 darabú talán 5 megmarad. A népes állatsereglettel néha problémák is adódnak, ez így van szinte mindenhol. A házőrzőktől, melyekből Senkóéknál 3 is van, akad, aki fél, de a kismalacok inkább látványosságot jelentenek a napokban. Értek a múltkor is az óvodába, hogy hol vannak kismalacok, hol vannak a kutyák, kismalacok, hát de van egy-két személy olyan, hogy aki sajnos ugye már a kutya ugat. De nem bánt az égvilágon, sem mindenki kedességet mernék rá vállalni, senkit nem merne megharapni a kutya. Már akkor elvitettem már a menhelbe, mert hogyha valaki nem bántja az állatot, botta vagy valami, akkor az nem fogja megharapni. Na most az van, aki annyira fél. Én is megértem őt, tehát már tudom én azt, hogy valaki gyerekkorában, ugye kutyátú, vagy bármit, ő megijedett, vagy lótú, bármi állat legyen, az mindig fog félni tőle. De maradjunk inkább a kismalacoknál. Ott jártunk kor az egyik kutya, a foltos, Rozi névre hallgató házőrző, szemmel láthatóan féltette tőlünk a kismalacokat, de Senkó István elmondása szerint a többi állat is vigyázza az új jövevényeket. Lehet látni, hogy a libák azok nagyon védik a kismalacokat, meg a disznót. Védik, ugye, hát azt hiszik, hogy
valaki idegen jön be, azt hiszik, hogy el akarják lopni, vagy el akarják vinni, vagy bántani akarják. Már én oda mehetek, de Marikát, még a Marikát is, a nejemet, még azt is problémás, hogy neki mennek. De én oda mehetek, de idegennek neki támad a liba. A kutyára megint ugyanúgy úgy védi a disznó. Még a kutyára is neki megy a liba. Van a Feri, a Puri kutya, az is úgy megy el, hogy a sárga inkább elébb rá van, mint a feje, annyira, mert mindjárt elkapják a hátulját, aztán húzzák a szegény kutyát. Úgyhogy érdekesek ezek a libák, én szeretem én az állatokat. Közeleg az idei Bor és Dödölle Fesztivál, ezért nézzük vissza talán a 2016-os felvételeket. Akkor 20 csapat szállt versenybe, hogy a hagyományos dödölle, illetve a tájjellegű étel kategóriában megmérettessék magukat. A hagyományos szüreti felvonulással kezdődött a mulatság szombat délelőtt Nagykanizsán. A mazsorettek, néptáncosok, népdalkörök és szüreti szekerek a HSMK-tól az Erzsébet térig hirdették a fesztivál kezdetét. Köszivé tétetik! Nagykanizsán újból ünneprendeztetik! Bornak s dödöllének lesz itt most keletje, a főút és az Erzsébet tér a színhelye. Mindenki a hasát degeszre rakhatja, jóféle borokkal torkát locsolhatja. A főzőverseny kezdetét az elmaradhatatlan kisbíró hirdette ki, de természetesen városunk előjárói is szóltak a több mint egy évtizedes múltra rendelkező gasztrokulturális fesztiválról, mely ma már térségi, sőt határainkon túl is jegyzett programnak számít. A megnyitóval egy időben, sőt talán már előbb is, elkezdték a csapatok a munkát, az Erzsébet tér egészét átjárták a finomabbnál finomabb illatok. A nevezők között ismerős arcokat is lehetett találni. A nagyrécsei Irma nénit, Pölcz Lászlónét ma már szinte az egész ország ismeri, ha dödölléről van szó. Kettő csapat érkezett most Nagyrécséről, eddig három-négy csapat volt, amikor öt is volt, de most csak két csapat van. Úgyhogy mi nélkülnek nem hullott el, eddig nagyrécsei nélkül még nem hullott el a dödölle fesztivál. Melyik kategóriában neveztek, a hagyományos dödöllébe? Hagyományos. Én nekem az a hagyomány. Én nem teszek bele se céklát, semmit, az ég adta, ami régen volt. A mi időnkben azóta én úgy csinálom. Tudunk valamit esetleg mondani a nézőinknek, hogy miben rejlik az igazi hagyományos dödöllének a titka a nagyrécseinek? Hát én úgy tudom, hogy azt jó ki kell dolgozni, és annyi vizet teszek fel a krumpirak sós vizet, ami éppen ellátja. Mikor az már jól megfőtt, összetöröm krumpitörővel, és akkor amennyi lisztet az felvesz, és addig keverem, amíg a kanáltól meg a fazéknak az oldalától el nem válik. És akkor vöröshagymás zsírra, mikor megpirítottuk, vöröshagymás zsírra leöntük. Úgy jó. Mi a tapasztalatot az önök vidékén, Nagyrécse környékén, mennyire veszik át a fiatalok a dödölle készítés fortéját? Hát most hála Istennek már fiatalok, ezek a 40-50 évesek, ezek már elég szépen benn vannak, talán még jobban már, mint az öregek.
A Bajcsai Rezedák népdalkör is jelen volt a fesztiválon és a főzőversenyen is. Vezetőik, Marci Jenőné azt is elárulta, mitől rezedás a bajcsaiak dödölléje. A nagyon finomtól, meg a jó emberektől, akik nagyon értenek hozzá, meg a finom krumplitól, a jó ízű krumplitól. Első alkalommal vannak a fesztivál versenyében? Nem, második alkalommal, itt második alkalommal, de már Karcagon, Komlón jártunk, ahol a zsűri külön díját elhoztuk. Mennyire, az önvéleménye szerint, mennyire hétköznapi étel manapság a dödölle otthon, a rezedák, a barátnők, a nyugdíjas klub tagjai, a bajcsaiak készítik? A bajcsaiak igen, de a fiatalok azok nem ismerik. És azért jó ez az alkalom arra, hogy megkóstolják és megízleljék, és ők is csinálják. Csak nehéz elkészíteni, azért nem állnak hozzá a fiatalok. A csapatok sátrait az éhes érdeklődők mellett Gyuri bíró is felkereste. A Zalaerdő standjánál egy érdekes történetet is megosztott velünk a dödölle eredetével kapcsolatban. Döbbenetes. Éppen ma hallottam én is, és egyszerűen lenyűgözött az eszmefuttatás, mert lehet benne valami, ugyanis amikor a törökök itt voltak Magyarországon, akkor tiltott volt a disznó zsír, a disznó hús, meg a disznó étel eledele. Viszont a Habsburgok, mikor visszajöttek és segítették a törökök utáni életünket, akkor nem változott a világ, de akkor gyorsan a magyarok azonnal belelopták, hogy a lisztbe, a krumpliba, összegyúrt tésztába, dödöllébe, azt leöntötték disznó zsírral. És állítólag ez valahol Ausztriában kutatható. Érdekes. Engem nagyon meglepett a meséjük, amit elmondott ez az úriember nekem, hogy tudom-e, hogy honnét ered a dödölle? És mi az a dödölle? Hát ennyit tudok én most mondani róla gyorsan ebben a mostani 13. dödölle fesztiválon. És ha már szóba került a Zalaerdő csapata, ahol volt szerencsénk a kisbíróval beszélgetni, nézzünk is be a sátor alá, illetve a kondérba. A kondérban csángó gulyás készül, és valóban először vagyunk a Dödölle Fesztiválon, és többen is megkérdezték, hogy dödöllét is készítünk-e, de arra nem vállalkoztunk, mert kicsi a csapat létszám, és nem is nagyon tudunk dagasztani, inkább csak főzőcskézünk. A csángó gulyás az pedig egy ősi erdélyi magyar székely étel. Székelykáposztához hasonló, de más a fűszerezése. Az alapanyagokat azért említsük meg, milyen hús, hogyha már Zalaerdő, akkor vadhús, vagy nem vadhús? Nem, ez marhából készül, marha lábszára a hús alapanyag, savanyú káposzta és a tárkonya fő fűszerünk, abból van benne nagyobb mennyiség, mint amit itt általában használunk. A kis Magyarország, a nagy Magyarország, ugye Erdélyben nagyon sokat használnak belőle, és hát erre van alapozva az étel. Egyébként fokhagyma, bors, nem igazán magyaros a paprika, de most már ugye az is magyarosnak van tekintve. Ezek a fő alkotó elemei. A 13. Bor és Dödölle Fesztiválon a húscsapat között megtalálhatóak voltak még a rendvédelmi szervek képviselői, a nemzetiségek, de családok, civil szervezetek, sőt a motorosok is. A verseny végén két kategóriában hirdettek eredményt, és a zsűri nem kis meglepetésére mindkettőt, a hagyományos dödölle és a tájjellegű étel kategóriát is az eszteregnyei őszi rózsák csapata nyerte. Dél-Zala, a méhek terített asztala, avagy méhészkedés Nagykanizsán és környékén. Különleges volt a Túri György Múzeum időszaki kiállítása, melyel az intézmény Kerecsényi Edit születésének 90. évfordulója előtt is tisztelgett 2017. májusában.
A népi méhészkedés legarchaikusabb formáit vonultatja fel a múzeum legújabb tárlata, kezdve az egészen kezdetleges technikáktól a 19. század közepének időszakáig. A legarchaikusabb forma az, amikor kimentek az erdőre, kivágták az odut, elpusztították a méheket többnyire füstöléssel, vagy kénszalagot, vagy valami olyan szert tettek be, amit elpusztultak a méhek, és hazavitték simán a rablott lépesmézet. Ez volt a legarchaikusabb forma. Na, az már a következő szint, amikor kivágják az odút, a méheket nem bántják, kilevágják azt az ágat, vagy azt a fötörzsnek azt a részét, amiben a méhek laknak, ezt kivágják, hazaviszik, és termelésbe állítják, és utána még évekig tudják kivenni a mézet abból az odúból, amiben a méhek laktak. Aztán a következő szint az, amikor már kasba vagy kaptárba tartják a méheket. A népi méhészkedésnek nagyon változatos formái maradtak fenn Dél-Zalában egészen a 20. század közepéig, és a Túri György Múzeum volt igazgatója, néprajzkutatója, Kerecsényi Erit, egyik kedvenc témája volt a népi méhészkedés, ebből írta például a doktori disszertációját 1964-ben, és ahogy ő elkezdte a gyűjteményt fejleszteni, az a téma volt, ami a legjobban megfogta, és nagyon alaposan összegyűjtötte az összes tárgyi és szellemi emléket a méhészkedéssel kapcsolatosan. Rengeteg fotóanyagot készített vagy készítetett, ezek most is megtalálhatók a gyűjteményben. Ezeknek a tárgyaknak és a fotóanyagnak az egy részét tudtuk most kiállítani. Kerecsényi Editnek a munkássága egyébként országos szinten is nagyon jellemző, nagyon-nagyon jelentős. Nincs olyan egyetem, ahol néprajztanszéken ne tanítanák Kerecsényi Editnek a műveit a népi méhészkedéssel kapcsolatban. Én is egyébként az egyetemen hallottam először Kerecsényi Editről és a dél-zalai méhészkedésről. Rengeteg kas gyűjtött be, rengeteg kaptárat gyűjtött be, odukat, termelésbe vont méhodukat, házilag eszkábált kaptárakat, ugye ezek elsősorban az országosan is ismert, folyóiratokban megjelent kaptárak alapján készültek, házilag, valamilyen formában, rengeteg átmeneti variációja is van ezeknek. A raktárba rengeteg tárgy megmaradt. Ezek egy része, ugye, mivel sérülékeny az anyag, főként a kasok, azok rossz szalmából készültek, marhatrágyás agyaggal szokták bekenni őket, ugye ezek nagyon sérülékenyek, és minden mozgatáskor esnek szét és töredeznek szét, de hát Pulai Attila restaurátorunk nagyon, nagyon sok tárgyat nagyon szépen helyre tudott még állítani. Gyanó Szilvia rögtönzött tárlatvezetést is tartott kameránk előtt. Itt a hátam mögött láthatunk két olyan odut, amit az erdőn vágtak ki. Ugye először meg kellett keresni azt a méhet, az nem olyan egyszerű volt, hogy kimentek az erdőre, és hoppá, ott abban az oduban vannak a méhek. Különböző eszközekkel magukhoz csalták őket. Például itt mögöttem láthatjuk a méhkeresésnek az eszközeit. Külön bogarászó emberek voltak azok, akik akár egy marhaszarba, akár egy kobakba, vagy egy mézes pohárkába oda csalták a méhet, bezárták őket, és egyesével szokták őket kiengedni. És amerre repültek a méhek, arra követték őket, és így megtalálták azt az odut, amiben ők laktak, ahol a méhcsalád rejtőzködött. És ezeket a fákat, vagy a fának azt a részét, ahol a méhek laktak, ki szokták vágni. Ugye először a nyílásukat betömték, aztán este szokták, vagy hajnalban, amikor nyugovóra tértek a méhek, betömték a nyílásukat, először az egyik részüket, majd a másik részüket lefűrészelték, és hát betakarták őket, és hazavitték őket, és feltették otthon valamelyik fára, de akár a földre is letehették, vagy beállíthatták a kasok és a kaptárak mellé a méhesbe, és utána ezt tovább használták, ugye a méhecskék reggel, amikor kiröpültek, akkor mindig megjegyezték, hogy hova kell visszatérniük, és hazavitték az odut, és utána ők úgy tudták, hogy ők ott laknak. És mindig teli hordták mézzel ezeket a méhlakásokat. A Túri György Múzeum gyűjteményének, Kerecsényi Editnek köszönhetően a tárlat a méhészkedés legarchaikusabb módszereit is be tudja mutatni. Tulajdonképpen ez még nem is méhészkedés, hanem mézrablás. Amikor megtalálták az odvasfát, amiben a méhek megtelepedtek,
és hát egy kicsit brutális módon ugye kifüstölték, elkábították, megölték a méheket, és így ki tudták vágni az oduból a lépes mézet, és ezt utána egyszerűen hazavitték, és nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy mi lesz a méhekkel. Ugye Dél-Zala egy ilyen nagyon jó erdős terület. Dél-Zala a méheknek a nagyon jó terített asztala, ugye legelője a méheknek, pont a sok erdő miatt, ahol rengeteg növény van, rengeteg virág van, rengeteg virágzó fa van, és nagyon sok olyan odvasfa volt régebben, amiben tanyáztak a méhek, a méhcsaládok laktak. Általában, amikor a harkály például kiválta a fát, és ugye ott volt egy lyuk, és hogyha üreges volt ennek a fának a belseje, akkor oda be tudtak költözni a méhek. Mert ezt nagyon, amikor megfigyelték és megtalálták őket, igyekeztek kivágni és hazavinni. Egy felöltöztetett báb is díszíti a kiállítást, akinek első ránézésre egy szita látható az arca előtt. A méhek elleni védekezés kezdetleges, ám de gyakorlatias formája. Egy szitát vagy rostát szoktak az arcuk elé kötni, amikor ugye otthoni méhészkedést folytattak, abban az időben, amikor még nem lehetett a méhészboltban méhészállarcot vásárolni, de ugye védeni kellett az arcukat, és védeni kellett a kezüket is. Jó bebugyolálták magukat, ugye egy fejkendővel a fejére kötötte a szitát, egy Pátrói néniről készített egy nagyon jó sorozatot Kerecsényi Edit, és ugye ő befogta a rajt. Ugye eresztéskor vagy rajzáskor lehet megfogni a rajt, az a lényeg, hogy bemenjen a kasba az anya, és a többi utána megy. És itt azt próbáltuk bemutatni, hogy a néni leborította, nyugodni tette a kast, és benne van már a raj, de arra gondol, hogy esetleg még nem ment bele az összes méhe, vagy méhe, hogy itt Dél-Zalában mondják, és majd egy kicsit később bele fognak menni, és akkor arrébb lehet vinni, és be lehet állítani a méhesbe, vagy esetleg át lehet őket rázni egy másik kasba. A múzeum az imént bemutatott tárgyakon és felszereléseken kívül még számos érdekességgel várja az érdeklődőket a méhészetről szóló időszaki kiállítása keretében. Vérbolcsó, Hannibal, Vulkán, Fajsz, Ariel. Ezek bizony mind 2017-ben anyakönyvezhető, különleges férfi nevek voltak. De persze a női kategóriában is találhatunk érdekességet. Asszunta, Balzsam, Barack, Fahéj vagy Psziché. Havonta több tucat névadási javaslat érkezik a leendő szülők részéről a Magyar Tudományos Akadémiához, azon belül is ahhoz a testülethez, akik döntenek az anyakönyvezhető utónevek listájának bővítéséről. Nézzük újra a 2017-es felvételeinket. Mária, Gizella, Magdolna, Ilona, Mária, Mária, Rozália, Erzsébet, Ilona, Julianna,
László. A Bányász Nyugdíjas Klubnál jártunk, vagyis a klub dalkörénél, a Mamiknál. Sok-sok olyan nóta van, amiből ízelítőt is kaptunk, mely a hagyományos neveket őrzi. Kicsit elbeszélgettünk, ők, a dalkör tagjai, mit gondolnak az új, már anyakönyvezhető utónevekről. Külön vannak a 2017-ben anyakönyvezhető különleges férfi nevek, és a női nevek is. Még számunkra is meglepő, de kíváncsi vagyok az önök véleményére. Egy kicsit beszélgessünk róla, adok így ilyen kettesével, talán jó lesz. Nézzék meg, legyenek szívesek, így kettesével adok, jó? Kettesével tudják nézni, ide is adom. Micsoda neve? Hát Berke, most mondanám. Boris. Micsoda neve? Nem is magyarul. Igyek van. Ebből aztán tényleg osztom mindenjét. Milyen nevek? Van, amit nehéz is kimondani. Tűzvirág, zöldike. A csapat többsége megrökönyödéssel olvasta a listát, de az egyetlen férfi tag, a harmonikás Bóka László, bizakodó. 100 000-ből mondjuk lesz egy vulkán, vagy vulkánka, nem is pontosan a rendes név, és a 95% az meg azért egy olyan ismertebb, elfogadott név lesz. Mindig vannak különcök, mindig vannak, akik azt hiszik, hogy mások, mint a többi. És van, amit találnak olyat, ami azért, ami nagyon elhagyanak csodálkozva? Hát ilyen Svithara, mondjuk, ez nekem szőlőnévnek legfeljebb, ámennek. Vagy valami gyümölcs típusnak, vagy nem tudom. Befogadó vagyok, nem csinálok én ebből. Azt lehet látni, hogy azért az arab nyelv, a nevek azért csak jönnek előre. Megkérdeztük a kollégámat, jó? Mit szól ehhez? Nem sokat lehet ehhez, már mink azért mégsem, hiszen nem is tudjuk, hogy mi, bár-e. Még van, amelyeket talán ki se tudjuk ejteni se, nem, hogy na, itten vannak olyan női nevek, nem? Ragadjunk ki egyet-kettőt azért, ami úgy meglepődne. Hát, például a Maminti, nem is tudom ez. Itt is, Mamintén. Az egy dallamos, szép név, Mamintén, olaszos. Van-e ott olyan is, hogy Mátka? Például. Igen, Mátka. Mátka, meg van egy két szép is. De itt a szép ez a rendő. Van egy-két, amelyik a görög mitológiából adódik, esetleg onnit származik, a Bibliából is egy-kettőt ismerek, de olyan nagyon-nagyon idegenek. El tudnának képzelni olyan nevet, amit mondjuk az unokának? Például lányében ez a Mirandolina, ez nagyon jó, olyan jó hangzás, kellemes hangzású. És amit abszolút nem? Hát... Hát én nem tudnám elképzelni. Őzike. Például a Candida, azt úgy tudom, hogy az egy nagy tűcs, ami a gombafertő. Gomba. Fertőző gombafertő. Hát
meg azon is gondolkodom sokszor, hogy mit szólnak majd a felnövő gyerekek, hogy ilyen nevet adtak nekik a szüleik, hogy elfogadják-e szívesen. Ezt nem tudom elképzelni, hogy az, a szép magyar nevek mellett, hát azért... Az nincsen. Ez a sok állatnév, ugye... Növény, küszer. Az őzike, hát meg van a gásztenye, meg a fohé. Hát ez egy nagyon... Nekünk nagyon idegen. 2017-ben anyakönyv lesz hető, ezek a nevek. De én úgy gondolom, hogy minden normális szülő, amire felnő a gyereke, én bízom benne ezek közül a nevek közül nagyon keveset fog adni a gyerekének, mert ugyanis olyan tényleg növény, fűszer, állat, gyümölcs, ilyen nevekre sorolhatók itt fel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebből nagyon keveset adnak. Nagyon szép a boglárka, nagyon szép a... Ebből nem adnák én az én gyerekemnek, vagy az én unokámnak sem javasolnám, ugyanis nekem nem lenne hozzá közöm, de a véleményem elmondanám. Búcsúzóul jöjjön egy nóta a mamiktól, akik az előttünk álló hétvégén nagy megmérettetésre készülnek. A dalkör minősítő versenyre utazik Hajdúszoboszlóra. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mi portánk legközelebb 2 hét múlva várja önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.